Köszöntöm a kedves hallgatókat! Az Országos Széchenyi Könyvtár Csevei névre keresztelt podcast sorozatának soron következő adását hallják. Ahogy eddig, most is Solymos Jákos hangmérnök segíti a munkánkat. Én Újhelyi Attila vagyok, az Országos Széchenyi Könyvtár kommunikációs munkatársa. A mai vendégünk Török Máté. Az Országos Széchenyi Könyvtár, mint a Nemzeti Könyvtár kiemelt feladata a nemzeti identitáshoz kapcsolódó értékek megőrzése és bemutatása. Ehhez a célhoz, vagy küldetéshez a munkájukat, vagy hivatásukat magas minőségben üző szakemberek kellenek. A mai Csevely felvételünkön azzal a török Mátéval beszélgetek, aki Liszt Ferenc Díjas előadó művész, fotográfus, grafikus, és nemrég Kossuth Díjat kapott, megosztott Kossuth díjat a Mistral zenekar tagjaként, de erről kicsit később. Máté, számomra már egy reneszánsz ember benyomását kelted, mert zenei, fotográfusi, grafikusi végzettséged mellett az ELTE természettudományi karán mesterdiplomát szereztél matematika szakon. Ez nekem úgy tűnik, mintha egyszerre négy életet élnél párhuzamosan egymás mellett. Hogyan tudod ezeket a területeket rangsorolni, vagy hogyan tudod az életed elég bonyolult mátrixába ezt a négy különböző területet belehelyezni? Mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Nehéz erre válaszolni, hiszen valóban kívülről úgy tűnik, hogy nagyon sok dolgot csinálok, de, de mégis azt tapasztalom, hogy minden belefér az időmbe. Ez nagyban köszönhető az én családomnak, annak is, akivel felnőttem, és annak is, akivel együtt élek feleségemmel, három gyermekünkkel. Mindig szerettem sok mindent csinálni, tehát ez, ez megmaradt, viszont kellett hozzá legalább 15-20 év, hogy ez le is tudjon tisztulni, hogy, hogy igen, az én utam az ez. Nagyon sokan azt gondolják, hogy egyszer egy dolgot lehet jól csinálni. Én nem azt gondolom, hogy mindent jól csinálok, de mindent megpróbálok azon a szinten tenni, ahol éppen tartok benne. Ez mind a zenélésre, ez mind a grafikára, mind a fotóra, és mindenben próbálok fejlődni, és azok a feladatok és azok a projektek, amelyekkel foglalkozhatok, erre mindig lehetőséget adnak. És nagyon szeretem az olyan munkákat és az olyan felkéréseket, Amiben van olyan elem, amit még sose csináltam, és azáltal, hogy még nem csináltam, ez egy olyan lendületet ad a feladathoz és a munkához, ami mindig valamilyen fejlődéssel végződik. És járom ezt az utat most 46 éve, és ez alatt a 46 év alatt, amit eddig össze tudtam gyűjteni, azt gyűjtögettem. Az, hogy én matekszakon végeztem az eltén, az a családomnak is köszönhető, én egy reál, Családba születtem bele, édesanyám, matematikus, édesapám, mérnök. Az, hogy én zenész lettem, az valóban annak köszönhető, hogy én így születtem meg erre a világra, hogy ezt kellett tennem. De azért, hogy én az lehessek, aki ma vagyok, azért nekem meg kellett harcolnom akár a saját családommal, és ezt értsük inkább a jó értelemben, ne a, a rossz értelemben. Egy család. Mindig, amikor olyan gyermek születik a, a környezetbe, ami nem azt szeretné csinálni, amit ők, az azért nehéz, én most már apaként látom ezt, mert azt az utat, amit te jártál végig, azt már látod. Egy olyan utat, amit te nem jártál végig, akkor benned van a félelem, hogy talán a hely tud-e állni majd ott a, a, a te gyermeked. És az én szüleimben is ezt éreztem, hogy, hogy bennük egy ilyen félelem volt, hogyha zenész gyerekük lesz, akkor hogy fog tudni egzisztálni, hogy hogy fogja tudni ezt menedzselni, hogy tud eltartani majd ebből egy családot, hogy lehet művészettel eltartani egy családot. É, nagyon hálás vagyok egyébként, hogy hogy én ezt megtehetem. De valami miatt a, a művészetek jobban érdekeltek, mint, a, mint mondjuk a természettudomány, ezért már nagyon kisgyerekként elkezdtem a, a zenével foglalkozni, mint polgári családba született gyerek, ö, neveltetéséhez tartozó pedagógia volt otthon, hogy akkor zenét tanuljunk, de azért ez látszott viszonylag hamar, hogy, hogy ez nekem egy kicsit komolyabban megérintő feladat, még akkor is, hogyha nem voltam túl eredményes a gyakorlásban, vagy a gyakorlásban eredményes voltam, de lusta voltam, és kevesebbet gyakoroltam, mint, mint azok, akik aztán komoly zenei pályára készültek. És akkor a zene és a matematika keresztmetszetében van a grafika? Nem, a grafika az teljesen független volt ettől. A grafika az kapcsolódik a Széchenyi könyvtárhoz egyébként, tehát amikor én elvégeztem a, az eltén a matek szakot, utána így félállásba ide kerültem a nemzeti könyvtárba, és itt főleg digitalizálással foglalkoztam, és a digitalizálási feladatok mellett elindultak azok a tartalomszolgáltató oldalak és webdesignt igénylő feladatok, amikkel együtt én beletanultam ebbe a grafikusi világba. Természetesen úgy teljesen autodidakta módon elkezdve érdekes így végig, végig tekinteni az elmúlt 15 évet, hogy ez hogy is fejlődött nálam mondjuk és a, az együttesben való muzsikálásokkal meg megjelentek a lemezek. Nekünk az első lemezünk 1999-ben jelent meg, még kazettán, de már akkor elkezdett érdekelni a grafika. A, a fotó az, az gyerekként már otthon elindult, és otthonról hoztam, édesapám is nagyon szeretett fényképezni, volt is otthon mindig fényképezőgépünk, amit én viszonylag fiatalon már cutting és aztán a gimnáziumban laboráltunk, felújítottunk egy fotolabort. És azért mondom ezt csak így, hogy a grafika pont azzal kezdődött el, hogy megjelent az első lemezünk, és ahhoz én egy fotót már készítettem. És utána egy nagyon jó tipográfus barátot ismertünk meg, őri kis István személyébe, akitől nagyon sokat tanultam, és éjszakákat ültem mellette, amikor az első borítók készültek és aztán rájöttem, hogy ez engem érdekel, és egy kicsit komolyabban elkezdtem ezzel is foglalkozni. Ahogy említetted, régi kolléga vagy már az OSK-ba. Az OSK-nak és neked van egy régre visszanyúló kapcsolatod. Mesél nekem, légy szíves, arról, hogy mik voltak a kedvenc projektjeid, amit itt csináltál azok közül. Fú, itt nagyon sok érdekes dolgot csináltunk, és hogyha ha visszajövök, bármikor visszajövök, akkor találkozok olyan kollégákkal, mint például most Ákossal, akikkel annak idején különböző projektekbe együtt vettünk részt. Voltak közöttük zenei projektek, meg irodalmi projektek, és mivel engem mind a kettő nagyon érdekelt Misztrál irányából is, meg a versineklés irányából is, az, hogy például itt megtaláltuk azt a török szofi hagyatékot, azt a fotóhagyatékot, ami a nyugat nemzedékéről szóló fotodokumentációt tartalmazza, a számomra egy nagyon érdekes és fejlődésben gazdag időszak volt, mert olyan képanyag került elő, például Adi Endre csúcsán a csúcsai kastély előtt, üvegnegatívon, amit addig nem is láttunk, mert nem volt digitalizálva, de mondhatnám azt is, amikor az asztalomra került kölcsei összes kézirata, hogy akkor most ezekkel foglalkozzak, és többek között a himnusz kéziratát is digitalizálhattam, vagy amikor a Lőveni Kódexet lapozgathattam. De rengeteg olyan dolgot tudnék mondani a korvinákon keresztül, a magyar nyelvemlékekig, ami, ami a mai napig meghatározó élmény. És azt hiszem, hogy a, az irodalmi és a zenei munkáimban is ezek, ezek fontos szerepet játszanak. Grafikusként a legutóbbi Két projekted, egyrészt az időarcai kiállítás volt, illetve a Jeles Napok című internetes szolgáltatás megújítása. Ugye az időarcai kiállítás a, az antik és a keresztény kultúra időfelfogását mutatja be, kalendáriumok, krónikák, képeslapok, digitális különlegességek várják a látogatókat egészen július 13-ig. Az idő három aspektusát bemutatja. Ebbe pontosan milyen feladatod volt, és hogyan álltál neki? mint grafikus. Hát itt grafikusként és arculattervezőként vettem részt ebben a kiállításban. Ugye ez tavaly év közepén voltak az első megbeszélések, hogy várhatóan ez megnyílik itt a, az év első felébe. Ez nagyon érdekes volt, hiszen ismerem a, az OSK-nak a korábbi kiállításait is. Viszonylag sok olyan kiállítást láttam, ami mondjuk a Nemzeti Múzeumban valósult meg, vagy a Petőfirodalmi Múzeumban. Én több kiállítást tervezhettem például a pálos rendnek, és ugye a feladat az volt, hogy próbáljunk meg világosabb terekbe gondolkodni, hogy ezt a, ezt a kurátoroknak volt a, a kérése, hogy próbáljunk meg úgy világos terekben gondolkodni arculatát tekintve az idő arcainak, hogy az ember, hogyha ott van, akkor ez a világos felület, ez a élénk színvilág, ez közelebb hozhassa esetleg azt a tartalmat, amit ők szeretnének ott megmutatni. Viszont kiállítás arculatként egy olyan teremben, ahol a, a könyvek miatt ugye túl sok fény nem lehet, és nagyon oda kell figyelni arra, hogy állományvédelmi szempontból, hogy ezek a könyvek ne sérüljenek, hogy lehet a világos színnel játszani. Tehát az első kihívás azt hiszem, hogy itt volt. Grafikusként egyébként, ha válaszolnék a, a, kérdésre, hogy hogy kezdtem, én mindig azzal próbálok elsőként foglalkozni, hogy egy, egy, projekt esetében, vagy jelen esetben egy kiállítás esetében az arculati logotípia hogy is alakuljon ki, és a logotípiában már benne lesz az is, hogy milyen betűtípusokat fogok használni, de azt hiszem, hogy a logotípia az egy tartalomszolgáltatás esetében is, és egy kiállítás esetében is az egyik legfontosabb elem, hogy hogy van kiírva az a cím, hogyan van odaadva a közönségnek, hogyan van kommunikálva, milyen hátsó üzenetet tudunk elrejteni magában, a betűkben, a, a tipográfia által, vagy a tipográfia eszközeit használva. És itt is ez volt az első viszonylag sok időt igénylő feladat, hogy a, az idő arcai felirat az, hogy is alakuljon ki. Sok kísérletet tettél arra, hogy megtaláld a végső formát, volt olyan verzió, amit elvetettél? Mindig van. Rengeteg olyan verzió van, amit elvet az ember. Azt megtanultam az évek folyamán, hogy az első verziókat nem szabad még megmutatni, mert, mert sokszor azt választják, és akkor utána tovább gondolja az ember, és rájön arra, hogy kell az a fejlődés, hogy a végeredmény, amit már ő is el tud fogadni, azt adja tovább, és ebben az esetben is ez így történt. Még akkor is, hogyha közös gondolkozás volt a, a kurátorokkal, hogy milyen irányba vigyük el, de az, hogy az időből, a D-ből, meg az őből, hogy tudunk csinálni egy végtelen jelet, az, az már kialakult bennem viszonylag hamar. Azt, hogy ezt hogy tudom megvalósítani, hogy az tipográfiailag is helyes legyen, azzal azért több időt foglalkoztam. Ez az arculat összekapcsolódik a Jeles Napok című internetes tartalomszolgáltatással, amelynek a megújításában szintén részt vettél. Milyen elemeket vittél át az időarcai kiállításból a Jeles Napokba? Sudár Anna Máriával nagyon régóta dolgozunk együtt, és nem csak az USK-ban létrejött feladatokkal és feladatokban, hanem a Pálos Rend különböző kiadványaiban, kiállításaiban, előadó művészként is számos alkalommal együtt lépünk föl, közösen ketten is, a Misztrál Együttessel ö, is, közös műsoraink is vannak, ilyen a Várakozás Zsoltára adventi műsor, a Misztrál Együttessel, vagy az Aspergesmé, ami egy Pálos Rend történeti műsor, tehát Anna Máriával tényleg már lassan nem tudjuk összeszámolni azokat a feladatokat, amelyikben közösen vehettünk részt, de azért mondom ezt így most el, mert a jeles napok volt az első egyébként, amikor ő minket megkeresett, konkrétan engem felhívott, hogy mint Misztrál együttessől ő már hallott, és készül a jeles napok szolgáltatása Neumann házban és hogy szeretne ehhez hanganyagokat kérni tőlünk, akkor jelent meg a Balassi lemezünk, ez 2004-ben volt, mármint a Balassi lemez megjelenése, és hát ez az utáni időszakban ö, volt, hogy megkeresett, és ebből a Balassi anyagból viszonylag sok dal akkor át is került valóban a jeles napok szolgáltatásba, ráadásul egy intrót is készítettünk akkor, egy zenei intrót ö, ehhez, és hát eltelt az idő, tehát most már 15 esztendő eltelt azóta, hogy ez a szolgáltatás elindult, és hát egy online tartalom szolgáltatásnál az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok idő. Azóta nagyon sok olyan eszközünk van, ami a korábban megtervezett tartalmakkal és weblapokkal nem kompatibilis, nem, nem ugye mondjuk a, a mobil eszközökre a korábbi weblapok kinézete. Tehát ezt mindenképpen aktualizálni kellett, és azáltal, hogy ez egy régi szolgáltatás volt, a mögöttes tartalom az, az helytálló, de hogy tudjuk azt, vagy hogy tudják azt átvinni egy mai eszközparkra, hát ez volt a feladat. De nagyon jó, hogy kapcsolódni tudtunk az idő arcai kiállításhoz, mert a két téma szorosan összekapcsolódik és így arculatban is én igyekeztem ezt a kettőt úgy összekapcsolni, hogy a színvilága is hasonló legyen, ezt a végtelen jelet pedig egy teljesen más formában álmodtam bele ebbe a jeles napok logotípiába. Tehát a logotípia itt teljesen más, hogy néz ki, mint a kiállítás esetében, de a végtelennel való játék, a cirkularitás, a körkörösség az ebben is benne van. 1997-ben alapítottad meg Heitzinger Miklóssal és Tóbi Szineli Tamással a közösen a Misztrál Együttest, ami mai napig is működik. Az együttessel az ország és a világ számos pontján jártatok, közös műsorokat tartottatok, például a munkatársunkkal, Sudár Anna Máriával, de Oberfrank Pállal, Laksfi Jánossal, Eperjes Károlyjal lehetne sorolni a számos zenész barátot. Hogyan kezdődött a zenei pályád azután, hogy otthon téged már hangszerekre ö, neveltek, vagy bemutattak neked egy jó pár hangszert, és tanítottak ö, alap szólfésre, mondjuk. Hát akkor, ha a legelején kezdek, akkor nem voltam iskolaérett az óvodában. Ez nekem nem esett jól <laughs> egyébként. Így aztán a, a nagy csoportot kétszer jártam. De a második nagy csoportom alatt beirattak engem zenei előképzőbe, és az én családomban nem volt senki zenész, ezért egy zenészbarát által kerülhettem be, hiszen abba a zenei előképzőben minden csemete egy zenésznek volt. A gyereke, kivéve én. És ennek segítségével egyébként általános iskola első osztályában én elkezdhettem csellót tanulni. Abban az időben úgy volt, hogy egy év után lehetett hangszert választani, tehát a legtöbb ember iskolával együtt kezdte el a zenei tanulmányait, ezért mondjuk másodikos korában választott hangszert. Én első, elsős koromban Metzger Magda cselló tanárnőhöz kerültem, és én 14 évig nála voltam. Ebben nem mennék bele, hogy hogy ez hogy is zajlott, de nagyon szép emlékek és élmények. De az, hogy én nem leszek komoly zenész, azért az kiderült viszonylag hamar. Ebben családi indítatás is volt, hiszen mivel nem volt zenész a családban, nem volt erre minta is példa, hogy ez hogy tud működni jól. A rosszul működést meg többen látták, hogy zenészként nem olyan jó az egzisztencia. De hát én végül mégis ezt választottam. Valahogy a gondviselés a verséneklés felé vitt engem, és a gimnáziumi éveim alatt egy olyan atyához kerültem, hívő katolikusként, aki a verseket használta a prédikációiban, és a prédikációiban mindig új és új költeményeket hozott, és egyszer úgy gondoltam, hogy én valamelyiket megzenésítem, de én abban az időszakban már elkezdtem gitározni tanulni, teljesen autodidakta módon, és ilyen blúzos blúzkocsmákat tartottunk egy baráttal perbálon, és már írtam saját dalokat, de hát aztán rá kellett arra jönni, hogy hát én nem költő vagyok, tehát én ezeket a szövegeket nem tudom úgy megírni, ahogy mások már megtették. Viszont a gondolataim azok nagyon sokszor találkoztak olyan költők gondolataival, akik, akik ezt olyan szinten írták meg, ahogy bennem is felcsendült. És akkor gondoltam, hogy hogy elkezdem megzenésíteni, de hát ez, ez is egy hosszú út volt, de viszonylag gyorsan felpörögtek az események, és bekerültem egy iskolába, ez Dévai Nagy Kamillának volt a krónikás zenedéje, ahol egyébként Huzela Péter és Radványi Balázs is tanárom volt. Ez a 90-es évek vége, 1990-es évek vége, és mi ott találkoztunk Tamással és Mikával, és akkor döntöttük el, hogy mi ezt szeretnénk csinálni. Érdekes volt egyébként a saját baráti körünkben is az a találkozás, hogy mindenki azt gondolta, hogy, hogy ez egy nagyon jó hobbi lesz, nagyon szép, amit csináltok, nagyon aranyosak vagytok, hogy húsz évesen a haláról énekeltek ennyi verset, de mi, mi, mi ezt nagyon komolyan gondoltuk, és szerettük volna, hogy, hogy, hogy ezt sok-sok éven át csinálhassuk, és ez a mai napig így van, tehát... Ezen az úton haladunk, most már talán a saját szüleink is, és a baráti körünk is úgy gondolja, hogy nekünk ezen az úton kellett maradni. Mire vagy a legbüszkébb a zenei hivatásoddal kapcsolatban? Nem, nem tudom, hogy büszkének lehet-e valaminek le, vagy valamire lenni. Talán büszke arra lehetek, hogy maradtunk azon az úton, amit kitűztünk célul magunknak. Mert ez egyáltalán nem egy, egy egyértelmű, és nem egy könnyű. Választás eredménye. Egy együttesben való létezés az nagyon hasonlít egy házasságban való létezéshez, a saját hullámvölgyeivel, a saját élményeivel, sikereivel, vagy éppen kudarcaival. De ott meg kell tudni maradni. Mi 27 éve együtt vagyunk az együttessel, ebben nagyon sok minden volt, és nagyon sok podcast anyaga beleférne, ha erről elkezdenék mesélni. Akkor csak egy kérdés, mi a sikerára? Még mindig, mindig azt mondom, hogy nem, nem a siker a, a, a domináló dolog. Több olyan helyzetbe kerültünk, amikor megkérdezték, hogy hogy mit szólunk egy-egy díj kapcsán. És egyébként az, hogy kosúdíjat kaphattunk idén, és ugye ezt mindenki személy szerint megkapta, az egy olyan mérföldkő az együttes életében, amit kevés együttes érhet meg de azt gondolom, hogy maga műfaj is értékelve lett ezáltal. Tehát nem csak mi lettünk értékelve, hanem maga a verséneklés és a verséneklő műfaj, meg az énekmondói műfaj lett újra egy kicsit odaállítva a publikum elé, hogy nézzétek, létezik ez a műfaj, hallgassátok, mert, mert nagyon sok olyan érték van benne, ami mindenkinek az épülését szolgálhatja, és, megpróbáljuk úgy folytatni az utat, hogy ehhez méltóak legyünk, vagy méltóak maradhassunk, de egyben próbáljuk az újabb nemzedékeket is buzdítani arra, hogy foglalkozzanak énekelt Egyébként pont ennek kapcsán kerültem ide újra a Nemzeti Könyvtárba, hogy kiadta az Országos Széchenyi Könyvtár a versének mondó című könyvet, amit az elmúlt három évben írtam, illetve olyan riport gyűjtemény készülhetett, ahol 23 idősebb generációba tartozó verséneklővel és énekmondóval folytattam le, és ez a könyv ez megjelent, és ezzel is ö, azt próbálom elérni, hogy, hogy az énekelt vers és a, az énekmondás megtalálja a saját maga polcát, vagy a saját maga helyét. A versének mondóval te készítetted az interjúkat ezekkel az emberekkel, és te is fotóztad őket. És um... Hogy állt össze a fejedbe, amikor tervezted a versenynek mondót? Ez már egy ilyen komplex dolog volt, amikor elképzelted azt, hogy most ebből csinálok egy könyvet, amit az elsőtől az utolsó betűig én írom, én fotózom, az egész projekt teljesen az enyém. Így gondoltad az elején? Nagyon sok dolog úgy történik a, az én életemben, hogy az elhatározás megvan, nagyjából átlátom az egész feladatot, olyan feladatokat szoktam vállalni, amiben hiszek, hogy végig is tudom csinálni. Ezt a feladatot nagyon régóta kitaláltam magamnak, de amikor a, az MMA-ban, a Magyar Művészeti Akadémiában megnyertem a Művészeti Ösztöndíj Programot erre a feladatra, akkor már biztos voltam benne, hogy igen, ebből szeretnék egy könyvet készíteni. Arra nem láttam akkor még rá, hogy ez hogy fog offline módon is megvalósulni, ezért online készült el, hiszen nem az volt a cél, hogy ha elkészül egy ilyen anyag, akkor az az én számítógépemen legyen, hanem az volt a cél, hogy a, aki szeretné elolvasni ezeket a, az életutakat, ezeket a munkásságokat, az megtehesse. Én fotoművészként kaptam ezt az ösztöndíjat egyébként, és vállaltam azt, hogy művészportrékat is készítek a, az interjúk mellé, és így, hogy 23 interjú elkészült, itt ugye a teljes Kaláka együttes tagsága, az összes szélkiáltó tag, aki még él. Régi zenészek közül is viszonylag sokan szerepelnek ebbe a gyűjteménybe. Kiderült, hogy, hogy ezt folytatni kell, tehát hogy sokan vagyunk még, abból a generációból már nincsenek olyan sokan, őket föl kell még gyűjteni. És hát nem csak a, az életutakat kell elkezdeni gyűjteni, hanem el kell kezdeni gyűjteni a, a, a megszületett dalokat is. Itt még nagyon sok a feladat. Számos projekted volt, van, meg lesz. Például a pálos kiállítást is te készítetted a grafikai részét. Erről mesélj nekünk még egy picit. A pálos rendhez való tartozásom kötődik szintén Anna Máriához, hiszen 2009-ben készítettük el a pálos rendről szóló rendtörténeti műsorunkat. Anna Mária buzdítására, hiszen őt megkereste Bátor Boton testvér, hogy nincs-e kedve egy ilyen műsort összeállítani, és ő rögtön ránk gondolt, hogy velünk tenni ezt meg. Én így kerültem a Pálosok közelébe, és hát azóta nagyon sok közös feladatot csináltunk meg. Pálos Konfráter lehetek tavaly januárja óta, ami azt jelenti, hogy tiszteletbeli pálossá fogadtak. A Pálos kiállításon kívül nagyon sok ismeretterjesztő könyvben és dolgoztunk. Ezt pont ezért tesszük, hogy a, a pálos rendnek a történetét, a pálosrendről szóló információkat hiteles forrásból adjuk át, hiszen 150 évig nem volt pálos jelenlét Magyarországon. Második József 1786-os feloszlatása után az 1930-as évek közepéig nem voltak pálosok Magyarországon, és ebben a 150 évben nagyon sok olyan legendárium került a pálosok történetéhez, amiről hiteles források nem írnak, és ezeket a hiteles forrásokat viszont nem nagyon lehetett megtalálni. Az elmúlt 20 év erre jó segítséget adott, és lehetőséget, és ezt ki is kell használni, és most nagyon sok olyan könyvet tudtunk napvilágra szülni, ami ami ezzel a témával foglalkozik. Tehát aki ma szeretne a pálosokról többet tudni, akkor nekik már sokkal több irodalom áll rendelkezésre, mint korábban. Néhány szót beszéljünk a jövőről. Van olyan projekted, amit elmesélhetsz most nekünk, hogy amin dolgozol, vagy van olyan személyes célod, amit el szeretnél érni itt a közeljövőben? Hát több olyan könyv van a, a háttérben, ami készülőben van. Ezek között olyan is van, ami az OSK kiadványa lesz. Zeneileg is van olyan projekt, ami most nagy erőkkel foglalkoztat bennünket, erről még nem tudok most nyilatkozni és beszélni, de az elmúlt évben például elkészült egy olyan petőfi amit szeretnénk rögzíteni idővel. Nem hajt minket semmi, hiszen vége van a petőfi évnek. Többször jártunk így, hogy, hogy az emlékév végére készültek el olyan dalok, amit három-négy évvel korábban kellett volna megalkotni, de mivel nem az emlékévhez kapcsolódóan dolgozunk, hanem, hanem Petőfi mondjuk életművéhez kapcsolódóan ebben az esetben, ezért talán nem nem ez a legfontosabb. Hát az, hogy hogyan szerez az ember pénzt mondjuk egy, egy lemezhez, ott fontos, hogy időbe legyen mondjuk egy emlékév kapcsán, de de eddig a gondviselés mindig úgy működött, hogy minden a helyére tudott kerülni. Legyen ez így továbbra is. Ez volt az Országos Széchenyi Könyvtár Csevei című podcastjának aktuális adása. Aki kérdezett, Újhely Attila, az OSK kommunikációs munkatársa, aki válaszolt, Török Máté előadó művész, fotográfus, grafikus, akinek köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Sormosi Ákos hangmérnök segítette a munkánkat. Köszönöm, hogy meghallgattak minket, és remélem, hogy hamarosan újra találkozhatunk. Mindenkinek minden jót! Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!